This is your menu. Fruits, mixed vegetables. Pincér szolgálja fel az egészséges ennivalót a vendégeknek. A gyerekek azt gyakorolták, hogyan kell rendelni egy olyan étteremben, ahol angolul beszélnek. Az általános iskolások annak az angol tábornak a résztvevői, amit Nyíregyháza önkormányzata szervezett a nyári vakáció egy részére. 4 turnusban, csoportbontásban tanulhatják az érdeklődő gyerekek az angol vagy a német nyelvet. A második turnusban összesen 46 gyerek tanulja az igeidőket, játékos feladatokon keresztül foglalkozik nyelvtannal és fejleszti a tanév során elsajátított szókincsét. A nyelvoktatók különös gondot fordítanak arra, hogy a táborozók merjenek idegen nyelven megszólalni. Nyilván itt a kulcskompetenciákra próbálunk fókuszálni, és a gyerekek a játékokon keresztül a beszédkészséget, az íráskészséget, a figyelemkoncentrációjukat fejlesztük ilyenkor. A nyelvtanulást nem érzik tehernek a gyerekek. Van olyan tanuló, aki minden évben részt vesz a programokon. Visszatérő táborozó vagyok, és azért tetszik, mert itt sok mindennel megismerkedhetünk, sok mindent tanulhatunk az órákon, és nagyon sok programban vehetünk részt. A vakációzó diákok nem tanulnak egész nap, különböző szabadidős tevékenységek is várnak rájuk. Az ismerkedést követően kézműves foglalkozás, erdei séta, lovaglás, kenyérlángos sütés, úszás és fagyizás is színesíti a napközis tábor kínálatát. A gyerekeknek azért lehet nagyon jó ez a tábor, mert megismerkednek más iskolában járó gyerekekkel, tehát barátságok születhetnek. Legfontosabb viszont a szülőknek a gyermekek elhelyezésének a megoldása. Napközis tábor még vár ezen a nyáron a nyíregyházi gyerekekre. A szünidő hátralévő részében többek között focitábor és a kisvakon tábor fogadja a gyerekeket. Az önkormányzati segítséggel megvalósuló nyári napközis táborokban reggel 8-tól délután 4-ig szakemberek foglalkoznak a tanulókkal. A napi 3-szori étkezés mellett hasznos elfoglaltságokat biztosítanak a táborozóknak. A lehetőség a szülőket sem terheli, hiszen a város 20,4 millió forintos támogatásának köszönhetően csupán az étkezésért kell díjat fizetni, ami 2450 forintot jelent a tábor 5 napjára.